aki önkénteskedik, az találkozhat a saját határaival, megnézheti azt, hogy milyen az, amikor kipróbálja magát egy olyan dologban, amivel korábban még nem foglalkozott. Sokkal jobb, mint Angliában mosogatni. Tapasztalatokat, élményeket gyűjteni. Ez egy plusz év az életünkben. Úgyhogy ez egy hatalmas buli. És ez az egyéves szolgálat alapozta meg azt a munkát, amit jelenleg is csinálok. 8. kerületi láthatatlan tanodában dolgozom, mint mentor. Amellett, hogy fejlődött a spanyolom, megtanultam tortillát sütni, szangriát készíteni, és több nyelven edzést tartani. Kinyílik előtted a világ. A programban résztvevő fiatalok önkéntes szolgálatok során nemzetközi tapasztalatot szereznek, munkatapasztalatot, társadalmilag hasznos tevékenységet végeznek, tehát a társadalom aktív tagjaivá válnak, illetve közelebb kerülnek más kultúrákhoz és más társadalmi rétegekhez, ezzel is erősítve a toleranciát és a szolidaritást a társadalomban. Sziasztok! Én most jöttem vissza Portugáliából, pontosan 5 napja, úgyhogy ezek nagyon friss élmények még, amikről most fogok beszélni. És az én témám az a design és aktivizmusnak a kapcsolata, mivel grafikusként dolgoztam egy civil szervezetnél. Amiért jó volt nekem az EVS, Lisszabon. Nagyon jó hely, szakmai tapasztalatot szereztem, minden, amit tanultam, az ez volt az első, amikor élesbe ki tudtam próbálni. Kibővült a kapcsolati hálóm, soha nem utaztam annyit még életemben összesen, mint az alatt az egy év alatt. Nagyon sok mindenkit megismertem a világ különböző pontjairól. Semmi különös. Egyszer egy csapatos beszélgetésnél megkérdeztem az egyik csapattársamat, hogy fog-e jönni hétvégén a Melissa és az Erik buliára. Ezt angolul kérdeztem meg, és akkor mindig visszakérdeztek, hogy what? Who? Oh, I see. Melissa and Eric will have a party. Mondtam, hogy igen. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket itthon a munkaerőpiac sokra értékel. Mert hogy a verseny az nem lokális, hanem globális. És hogy igenis vegyétek a hátizsákotokat, és menjetek külföldre, és utána gyertek vissza. Gyakorlatilag az Európai Önkéntes Szolgálat volt az életem legnagyobb befektetése. Egy évet töltöttem el Triestben, Olaszországban. Na most nekem az volt az igazi startom, az önismeret és a tudatosság útján. Hát igazi Dolce Vita volt tényleg. Kilökött a komfortzónámból, új dolgokat tanultam meg, olaszul kellett kommunikálnom, megoldani új szituációkat, konfliktusokat. Hazatértem 2013-ban, azt vettem észre, hogy igazi aduász volt a kezemben, és azon kaptam magam, hogy egy hónapon belül 3 állásajánlatom is volt, és arra vártak, hogy döntsek. És végre azt éreztem, hogy tudatosan élem az életemet, én döntöm el, hogy mit szeretnék csinálni, és hogy én vagyok az irányítója az egésznek. Nem a csillagokban van megírva a sorsunk, hanem igenis tehetünk azért, hogy olyan legyen, amilyenné szeretnék válni. Tavaly a fiatalok lendületben támogatásával belevágtunk az Áromgyár projektbe, ami egy filmes projekt volt, 3 rövid filmet csináltunk a sikeres fiatalok témakörében. Első történetünk Zsoltról szólt, aki rendkívül tehetségesen zongorázik. A második film Ákosról szólt. A harmadik történet egy kicsit különbözik a másik kettőtől. Mégesmegyeren játszódik, ahol a Kék Pont szervezett egy délutáni szakkört a helyi fiataloknak, ahol a tinik bemehetnek és tanulhatnak mindenféle rendkívül érdekes és praktikus dolgot, hogy iskola után ne az utcán lógjanak, hanem tanuljanak valamit, mint VJ-kedés, DJ-kedés, Photoshop, illetve amiről mi filmet csináltunk, az a dráma szakkör volt. Én azért választottam ezt a képet, mert van rajta egy busz, és szeretnék buszsofőr lenni. Ennyi. Ennek ez egy elég veszélyes út, nem? Hát igen, veszélyes az élete is. Ez bonyolulom, nem? Ja, és akkor amúgy azért, mert így, hogy ilyen lentről jövök, és akkor majd ide föl szeretnék kerülni. Egy csomó olyan dolgot csináltunk, ami
egy magamfajta későni nő gyermek azt gondolná, hogy ez elképesztően unalmas, de aztán a végén rájöttem, hogy izgalmas volt, és elég sok munka is volt vele. Mit is adott nekem ez a program ezen a két menő pólón és a mögöttem látható indakokon kívül? Hát legfőképpen én azt mondanám, hogy élettapasztalatot. Biztosan fura ezt egy 17 éves srác szájából hallani, de úgy érzem, hogy több lettem a projekt által, más lettem, jobban látom a világot reálisabban. Valamint barátokra is tettem szert, ugye külföldiekre, határon inneni és túli magyarokra egyaránt. Napra pontosan egy éve megváltozott az életem. A Erdei Tamás barátommal vállalkozók lettünk. Receptet nem tudok mondani, de azt el tudom mondani nektek, hogy mi milyen tapasztalatokat szereztünk, és hogyan tudtunk eljutni oda, hogy tényleg egy vállalkozást fel tudjunk tartani. A fiataloknak valahogy a szabadidős elfoglaltságait tudnánk pozitív irányba befolyásolni. Itt jött be a képbe az FLP, ahol 4000 euróból azt vállaltuk, hogy 4 budapesti közparkban fogunk ilyen eszközöket letelepíteni. Amit mi megtapasztaltunk, az az, hogy igazából ha van egy jó ötlet, akkor a pénz az valahogy mindig megtalálja a jó ötleteket. A másik az, hogy legyen egy cél az ember előtt, hogy mit szeretne elérni, tudjon érte keményen dolgozni, higgyen benne, a szerencse az nem baj azért, hogyha ott van mellette, és szeresse csinálni. A következő egy órában lehetőség lesz körbejárni, beszélgetni, találkozni, megismerni, kifaggatni bárkit, aki számodra itt érdekes.